Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabohu Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Jó napot kívánok, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Kucsera László, a Granit Depot Hungary Kft. Ügyvezető tulajdonosa. Szép napot önnek! Üdvözlöm Attila, és üdvözlöm a kedves hallgató közönséget is. Ön ugyebár kőfaragó. Igen. Hogy lesz valaki kőfaragó? Hát a kőfaragás az egyik legősibb mesterség. Tehát a régi időkben, amikor a kő volt a legfontosabb építőanyag, ugye rengeteg kőfaragó és kőszobrász volt. Hozzáteszem, hogy ugye a kőszobrászat, a kőfaragás az egyik legősibb kifejezési forma. Tehát a barlangrajzok után ugye kőbe tudták az emberek a gondolataikat, az érzéseiket kifejezni. Ma már egy kihalt szakmának tűnik a kőfaragás, ám de még mindig lehet tanulni. Sajnos Magyarországon 2 iskola van, ahol el lehet sajátítani ezt a mesterséget, már az ipartestületünk azon dolgozik, hogy egy olyan speciális és kiemelt színvonalú iskolát hozzon létre, ahol nagyon nagy színvonalban lehet ezt a mesterséget megtanulni, mégpedig ugye a régi klasszikus faragástól kezdve ugye egészen a CNC-s technológiákig, egészen a számítógépes programozásig, szerkesztésig, és gyakorlatilag lehetőséget kap Magyarországon egy olyan diák, aki érzi magában azt az ambíciót, hogy eléggé kreatív, jó a kézügyessége, jó a térlátása, és ezt tudja kamatoztatni egy olyan szakmába, ami gyakorlatilag egy nagyon sokrétű és nagyon szép szakma. Hadd osszak meg egy személyes dolgot, én majdnem kollégák lettünk, mert édesapámnak gyermekkoromban volt olyan ötlete, hogy kőfaragó legyek, aztán másfelé sodort az élet, de hát azért ehhez kell mégis valami kötődés a szakmához, nem? Hogy ez mi volt az ön esetében? Hát a kötődés az úgy alakult, nekem a család már 100 éve, hogy kőfaragással foglalkozik. Kezdetben nagyapám 1923-ban a kőfaragói szakma elvégzését követően ő Törökországba ment kidolgozni, és ott a Szigarán palotának a újraépítésén dolgozott, ahol nagyon nagy... Bocsánat, csak hogy Törökország az meghatározó a kőpiacon? Igen, tehát Törökország azért is meghatározó, mert a régi római korból, tehát mivel ugye az olaszok, a rómaiak egyébként úgymond a világviszonylatban a legnagyobb kőfaragó nemzet, még a régi nápolyi időkben, tehát gyakorlatilag a törökök is magukba szívták ezt a kőfaragást. Viszont nagyon jó természeti adottságaik vannak, tehát nagyon sok mészkő, travertin, márvány található Törökországban, és mivel régen egy nagyon nagy kereskedelmi központ volt, ezért a különböző arab országokból származó kövek kereskedelmével is foglalkoztak. Ezért ők évszázadokra, évezredekre visszamenőleg egyébként egy nagyon tapasztalt kőfaragó nemzet. És akkor most nem vágok közbe újra, tehát a nagypapája kiment Törökországba? Igen. Igen, igen. 9 évig dolgozott a Szigarán palotának az újraépítésén, ahol nagyon nagy tapasztalatokat tudott szerezni, és utána ezeket kamatoztatta a saját vállalkozásában itthon, Budapesten. Az első műhelyét Zuglóba építette. Sajnos jött utána a második világháború, amikor úgy döntött, hogy hát mivel Budapestet lehet, hogy bombázni fogják, és családját menekíteni kell, ezért vidékre költözött, és a szülőfalujába, Putnokra. Putnokon ő felépítette a újra műhelyét, és gyakorlatilag Ózdis térségei ipartestületi elnöke is lett, tehát nagyon népszerű volt a szakmaiságával, a jó munkáival. Hát olyan termékeket gyártottak, mint például, tehát az akkori igényeknek megfelelően például különböző burkolóköveket, terazzókat, betoncserepeket, kupolákat, hát és nyilván sírköveket. És hát 2 fia volt, az édesapám meg a bátyja. És hát úgy döntött, hogy ő átadja ezt a mesterséget a fiainak, és hát így édesapám is ugye belekerült, és ő is tovább vitt ezt a mesterséget. És akkor ön ott találkozott először azokkal a kőporral, a véséssel, de nem mondták a szülei, hogy esetleg fiam, ez egy nehéz szakma válasz, mert azért ez egy kemény munka. Ez egy nagyon-nagyon kemény munka, viszont tehát gyerekkoromban én úgy voltam vele, hogy én édesapámékat láttam dolgozni, és nekem ez egy ilyen játéknak tűnt, és nagyon-nagyon jó volt, hogy engedték, hogy oda menjek, megmutatták, hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor én nagyon élveztem, én alig vártam, hogy mehessek velük dolgozni.
És valójában hiába volt ez poros, ez koszos, hát egy gyereknek ez egy élmény, ez egy játék, és onnantól kezdve... És még le se szídják, hogy koszos lesz. Igen, és le sem szídtak, édesanyám is mondta, hogy hát fiam, hát nem baj, hogy koszos lettél, hát dolgoztál, és ez persze, hát egy gyereké nagyon tetszett, és onnantól kezdve nekem nem volt kérdéses egyébként, hogy ezt folytassam, tehát mert gyerekként önállóan tudtam dolgozni, nem lehetett bízni ugye ezeket a munkákat, viszont hát nyilván az embernek nagyon sokrétű az érdeklődése. Hát én is, amikor középiskolába kerültem, hát nagy divatba jött ugye az informatika, és ugye informatikai tanulmányokat is folytattam, és végül érettségi után, amikor még azért képlékeny az ember, hát több lehetőség volt előttem. Mivel nagyon érdekeltek a gazdasági dolgok, tehát így a közgazdasági egyetem volt, egy kicsit politizáltam is, tehát ott valójában ilyen államigazgatási főiskolán is gondolkoztam, de édesapám mondta, hogy ő már nyugdíjba szeretne menni, mert már elég idős volt, és hát nagyon fontos volt, hogy a szakmai tanulmányaimat tudjam folytatni, és éppen ezért én Miskolcon az Eötvös József építőipari és művészeti szakközépiskolában kezdtem el a tanulmányaimat épületszobrász szakon, majd ezt követően vasbeton és műkőkészítő szakon, és ezt követően pedig a kőfaragó szakon, egyébként ez a kedvenc szakmám, és gyakorlatilag ezeket a tanulmányokat, amikor folytattam, elvégeztem, én még lehetőséget kaptam Kanadába, hogy ott egy magyar találmány egyébként, egy magyar kőfaragó találmánya, tehát vannak ezek a gránit örleményes mosdópultok, ezek ilyen műgyanta kötőanyagú pultok, ezt Kanadába tudták meghonosítani, és nagyon szerették volna, hogy én oda gyártási vezetőnek ugye kimenjek. Hát ott volt ugye édesapám, hogy hát fiam, én nyugdíjba fogok menni, akkor most vagy maradsz és átveszed tőlem, vagy mész akkor Kanadába. Én úgy döntöttem, hogy végül is nagyon-nagyon szerettem volna Kanadába menni, de hát a tradíciót, a hagyományokat kellett, hogy így folytassam, és így itthon maradtam. Mellette, ugye, hogy elkezdtem 2006-ban a úgymond már saját vállalkozásomat, én mellette ugye kereskedelmi, külkereskedelmi iskolákat végeztem el, és mellette ugye nemzetközi kapcsolatokra is tettem szert. Azt tudni kell, hogy maga a kőfaragás ugye történhet hazai kövekből. Magyarán azt jelenti, hogy itthon van két neves mészkövünk, például a sütői mészkő, a tardosi vörös mészkő, nagyon szépek, sőt még világviszonylatban is keresettek, például még New Yorkban egy felhőkarcoló is például megtalálható a sütői mészkő. Viszont ugye a gránitok... Például... Innét viszik ki? Innen. Igen, ez nem innen. Költséges? A kőpiac az gyakorlatilag egy költséges piac. Ott ugye rengeteget kell szállítani. Hát az építőiparban is azt mondják, hogy egy ilyen 100 kilométeres kör az, aminél megéri a kitermeléstől a célállomásig eljuttatni. Legalábbis nekem egyszer egy építőipari szakember ezt mondta. Onnantól már olyan úgy megugrik a költség, hogy már nem éri meg, tehát nincs, aki megfizesse. Igen. Viszont vannak természeti adottságok. Magyarországon sajnos nincsenek kemény köveink. Tehát esetleg dolomit, amit ilyen murvakőnek lehet használni, de nincsenek olyan tömköveink, amiket esztétikai felületnek, amit lehet faragni, és ezért mindenképpen muszáj nekünk importálnunk külföldi országokból. Vannak olyan európai országok, mint például Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, ahol fellelhetőek gránitok, de Magyarországon sajnos nem. És ugye ezekből az országokból kell elhozni. Mivel egy portugál bányából mondjuk Magyarországra szállítanánk a követ, és ezt szárazföldi szállítással csinálnánk meg, ez nagyon költséges lenne. És nyilván nagyon hosszú ideig tartana, míg ide érkezzen, ezért ugye hajón érkeznek be így a kövek. Na most hajón már egyébként mindegy, hogy Indiából vagy Portugáliából jön be, mert nem nagyon nagy a költsége. Az árkülönbség. Különbsége. És éppen ezért hajón egyébként, mert a hajózási szállítás úgy mondom, tehát az egyik leg költséghatékonyabb, tehát maga a víznek van egy ellenállása, de hát mégsem olyan, mint egy szárazföld. És tehát onnan bejönnek a kövek, és onnantól kezdve mi ezt fel tudjuk dolgozni, ezt tovább tudjuk munkálni, hogy különböző projektekre alkalmas legyen. Ugye ezeket a köveket egyrészt, amikor kibányásszák tömbformában vannak, ezeket szeretelni kell, a felületét fényezni kell, és onnantól kezdve ugye hát különböző termékeket például levágunk belőle, méretre vágjuk, profilozzuk, vagy pedig faragjuk, vagy művészi faragás szobrokat készítünk belőle. Tehát lehet belőle épületkő, lehet egy művészi tárgy, de nagyon sokrétű a felhasználása. A legjellegzetesebbek,
például a hazai piacon, ugye az épület kövezésnél például padlóburkolatok, falburkolatok. Ezeket miért is válasszák? Azért, mert az egyik legtartósabb alapanyag. Például egy közületi helyen emberek ezrei tapossák azt a padlót, és mégis ez a padló nem karcolódik, szépen egyben marad, kevés a ráfordítási költsége, tehát nem kell vele különösebben foglalkozni. Falburkolatnak pedig azért alkalmazzuk, mert annyira naturisztikus és dekoratív. Úgy mondom, az egyik legtermészetesebb anyag, tehát ez egy természetben felelhető alapanyag, és a mai modern építészetben egyre inkább nagy teret kap ugye a naturisztika, a természetesség. Amikor bemegyünk az otthonunkba, mert mi nem szeretnénk műanyagot látni, nem szeretnénk műt látni, ami annyit jelent, hogy egy természetes anyag, például a fa és a kő, az egyre inkább jelenik meg a legmodernebb épület dizájnba. Mi ezeket a trendeket egyébként főleg az olaszoktól, a milánói dizájnnak szoktuk követni. Ezt akartam is kérdezni, hogy ők a meghatározók a piacon? Ők a meghatározók, tehát európai piacon abszolút ők a meghatározók. Mennyire tud megjelenni a magyar igény, a magyar ízlésvilág, amikor van egy domináns szereplő a piacon, az olaszok, de nem csak a magyaron, hanem mondjuk a cseh piacon, a szlovákon, a románon, hogy lehet-e belevinni olyan ízlésvilágot, olyan más típusú köveket, vagy önért hozzá, én most itt laikusként azt tudom mondani, igen, hogy ha építetnék egy házat, akkor hogy én azt mondom, hogy nekem ne az a márvány legyen, vagy az a gránit, hanem még legyen benne, ez is van ilyen igény? Igen, igények vannak. Tehát én mindig erre azt mondom, hogy nyilván, mivel Magyarországnak nincs akkora nagy kőfaragói múltja, ezért nincsen az olasz dizájntól egyébként kiemelkedően nagyobb igény. És éppen ezért inkább azt mondom, hogy azt követjük, bár én nagyon szerettem a népies művészeteket. És a mostani 2023-as belső építészeti trendben nemzetközileg egy olyan új jelenség alakult ki, hogy a kőnek a felületébe különböző motívumokat faragunk bele. És ez lehet akár egy padlóburkolat. Az arab világban nagyon-nagyon sok ilyen motívum van, amit ők nagyon előszeretettel is alkalmaznak ezekbe a burkolatokba, de ha csak egy ilyen népies motívumokat nézzük, én például én abszolút azt tudom mondani, hogy egy magyarországi népies motívumot is bele lehet tenni, és abszolút egy egyedi. Tehát egy matyót például? Például. Például az egyik legősibb magyar motívumunk például a matyó, és ez is egy nagyon jó ötlet. Külföldről behozott alapanyag között. Gondolom azért van minőségi különbség, és akkor itt mindjárt hozzá is fűzném a másik kérdést, hogy olyan 10-15 éve volt probléma a magyar piacon, hogy Kínából sírkövek érkeztek, de a minőségük az nem volt megfelelő. Igen. Hogy ez még jellemző a piacon, vagy jellemző. Ez már... Tehát ugyanúgy megmarad. A Covid idejében, mivel a hajózási árak brutálisan megnövekedtek, ezért tehát úgy mondom, hogy Ázsiából például visszaapadtak ezek a szállítások és a sírkő dömpingek. Én ezt mindig is elleneztem. Én mindig azt mondtam, hogy a magyar kőfaragó gondosan átnézett alapanyagból precízen legyárt valamit, az kőből készült termék az egy örökké valóságra szól, tehát egy nagyon tartós anyag, és ott nagyon-nagyon muszáj ugye a minőségre adni. A világban rengeteg helyen található kőbánya. Ugyanúgy Kínában is. Na most, és nem válogatta meg, hogy most Kínában rosszabb minőségű gránit legyen, mint Spanyolországban, viszont az emberi, hogy mondjam, kapzsiság, ami annyit jelent, hogy olyan termékeket gyártanak belőle, ami nem megfelelő precizitással, nem megfelelően átnézve, tehát nem egy gondosan elkészített termékről van szó, és hogy ezekkel sok kézen keresztül magyarországi vásárlókhoz eljut egy ilyen termék, én erre azt tudom mondani, hogy igen, ez a legrosszabb választás, hogyha valaki egy ilyen kínai terméket vásárolna. Hát csak lehet, hogy nem tudja. Lehet, hogy nem tudja. Én mindig felszoktam a mi ügyfeleinket hívni a figyelmét erre, hogy tudja kiszűrni ezeket a termékeket esetleg más konkurens cégeknél. Igen, ez mit jelent, hogy elreped, eltörik, málik? Igen, ezt úgy kell nézni, tehát Indiában nagyon sok szép, erezetes, színes alapanyag lehető fel. És ezekben a bányákban nem csak első osztályú, hanem másod, a harmad, negyed osztályú kő is termelődik ki. Amit gyakorlatilag megdolgoztak rajta, kibányázták,
tárolási költséggel is jár, de ezt neki kell valahol kinek ezért adni, és hát Kína nyilván ott van, és megveszi ezeket a cselejtesebb alapanyagokat, amit aztán ők feldolgoznak, mint egy hát különböző módszerekkel, impregnálókkal, műgyantákkal a hibákat eltüntetik, amik később ugye kijönnek a köven. Na hát ezért nem szabad ezeket a termékeket megvásárolni. Mi ennek ellenére ugye a első osztályú alapanyagot vásároljuk meg, azt nagyon gondosan ugye dolgozzuk fel, és mindenképpen egy prémium minőségű alapanyagot és prémium minőségi terméket fogunk tudni így átadni. És mire a kínai termék beérkezik egy vásárlóhoz, egy végfelhasználóhoz, olyan sok kézen megy keresztül, hogy nem is lesz olcsóbb. Amikor kiválaszt egy követ, akkor a helyszínen megtekinti? Igen, tehát én általában úgy szoktam, hogy a bányákba minden évben ellátogatok, és tömböket vásárolok meg. Ezeket a tömböket ugye gondosan átnézem, mielőtt ugye ez fel lenne dolgozva. És nyilván ugye a gatterolásnál is kiderül, hogy csinálunk egy próbavágást, hogy a tömb belsejébe is belelássuk, hogy milyen az erezete, mennyire lesz szép, mikor ez elfogadható, akkor azt mondom, hogy igen, akkor mehet tovább a vágás, és akkor ezt dolgozzuk fel arra a projektre, arra a célra. Ugye nyilván ugye sok mindent lehet kőből készíteni, általában mi ugye mindig ilyen esztétikai felületeknek megfelelően, tehát nálunk az a fontos ugye felhasználás. És mi a garancia arra, hogy amit kiválaszt első osztályú, amikor megérkezik az áru, mondjuk pláne messziről, aminek picivel nagyobb a költsége, nem sokkal, de nagyobb a költsége, és mondjuk nem az a termék van, akkor azt vissza kell küldeni, mint mondjuk egy cipőt, ha nem tetszik? Nincs ilyen. Tehát gyakorlatilag maga a konténerek bepakolásánál ugye ellenőriző van a termék. Tehát nincs olyan, hogy egy másik termék kerül a hajóra, hanem azt a terméket ott helyszínen leellenőrzik. Ugye amikor beérkezik ez a termék hozzánk, nyilván van a hajózásnál is hajózási biztosítás, tehát ott is ugye egy hajón is egy konténer eldőlhet, és akár a termék is összetörhet. Tehát ezekre vannak nemzetközi szabályok, garanciák, amikkel tudunk élni. Tehát nyilván ezért ez nem fordul elő. És a magyar piacon melyik a legnagyobb szegmens az ön szakmájának azon belül? A sírkőkészítés, a díszkő, a fürdőszoba, vagy akár ilyen kerti sütők készítése, vagy ez szakosodnak, és például ön mivel szeret a legjobban foglalkozni? Így van, tehát maga a kőfaragó szakosodik. Tehát regionálisan egyébként eltérő. Úgy mondom, hogy észak-keleti régióban, itt főleg azt mondom, hogy 80%-ban sírkő. Győr környékén, ahol azért több az építkezés, és úgy mondom, egy kicsit magasabbak talán úgy mondom az igények ezért, ott jobban rámegy ugye az épület munkára, az épületkövezésre. Tehát épületkövezés, tehát burkolatok, konyhapult, fürdőszobapult, ablakkönyöklők, tehát ezek a legjellegzetesebbek. Budapesten pedig ugye rengeteg műemlékvédelmi épületnek a restaurálása. Tehát ott például Budai Várnak a restaurálása, ez Hausmann terv keretében történik, de ott van ugye a parlament, a halászbástya, akkor a Gellért szálló, tehát nagyon-nagyon sok ilyen régi épület van, amit folyamatosan kell ugye karbantartani, restaurálni, felújítani, elemeket pótolni. De az már egy egész speciális része ennek a szakmának, nem? Hát a szakmának a legalapabb része. Tehát igen? Amikor a szakmai tanulmányokat végezzük, tehát a templomoknak az építése, a restaurálása, a boltozatok, kőrakások, tehát ez gyakorlatilag a szakmai alapok. Azért ez egy munkaerő igényes ágazat. Tehát mondjuk egy nevet befaragni egy sírkőbe, azt még mindig kézi munkával végzik. Nem. Nem? Nem, nem. Nem? Az a lényeg, hogy ugyanúgy, mint minden más szakma, itt is ugye technológiai fejlesztések, változások vannak. Ma már olyan modern technológiai gépekkel tudunk dolgozni, amik akár egy asztal mellől egy számítógépről irányíthatóak. Ugye kamerán látjuk az alapanyagot, korábban is különböző vektoros szerkesztő programokkal tudjuk ugye méretezni. CNC-s gépek dolgoznak, tehát ezeket be tudjuk állítani, maguktól dolgozzák a... Hát akkor nem is kőfaragó kell, hanem számítógépes szakember. Hát még szobrot is tud egy ilyen gép készíteni. De én mindig azt mondom, tehát egy művészi jellegű munka, mert más egy ipari felhasználás, és más egy művészi. Egy művészi faragásnál ott az érték az a kézi munka. Én ott mindig azt mondom, hogy el lehet egy nagyon drága géppel is egy szobrot készíteni,
de mi nem ipari mennyiségbe akarjuk itt Magyarországon. Tehát a művészi szobrok azok maradjanak meg a kézifaragásban, de nyilván ott is kézigépi faragás. Az ipari feldolgozás meg a precíziós képekkel történjen. Mert úgy lesz egyébként a legjobb minőségű, és úgy lesz úgymond a legköltséghatékonyabb. És merre tart a piac? Ha mondjuk 10 év múlva beszélgetnénk, akkor mit gondol, hogy hova tart a magyar piac? Úgy árbevételben, technológiában, irányokban? Sajnos Magyarországon egy olyan rossz mentalitás van, hogy a magyarok sok esetben vásárolják meg az utánzatokat. Például utánzat lehet kerámia, egy kőmintás kerámia, ami lehet, hogy hasonlít az eredetire, de ha megnézzük, megtapintjuk, nem fogja azt a hatást visszaadni, mint egy természetes alapanyag. Az olaszoknál, a törököknél, az araboknál, ott pedig kifejezetten szeretik a természetes anyagokat, és azt mondják, hogy annak teljesen más a sugárzása, mert olyan ásványok. Tehát ez egy egészséges alapanyag, és ők nem szeretik az utánzatokat. Mi sajnos ugye hajlamosak vagyunk magyarok ugye utánzatokat is megvenni, de amikor kiszámolják például egy kerámiának, egy nagyméretű kerámiának a négyzetméter árát, ami lehet, hogy még drágábban is fog kijönni, mint egy természetes kőnek a négyzetméter ára, akkor nem szabad egy utánzatot ezért megvenni. Tehát ezért a magyar piac eléggé érzékeny így ezen a területen. Mivel ez részben egy menedzser portré is, hogy egy kicsit beszéljünk önről, hogy egyedül viszi a céget? Igen, egyedül. Hát két szép nővérem van, és ugye a családban én vagyok egyedül a fiú, és hát nyilván ezért én tudom csak egyedül így tovább vinni. A testvéreim, ők pedig ugye népművészettel és különböző kereskedelmi dolgokkal ők is foglalkoznak, de ezt én egyedül csinálom, igen. Hány alkalmazottja van? Változó a létszám egyébként, mert azért ez is egy szezonális szakma. Tehát nyáron azért kellenek nekünk is olyan fizikai emberek, de a törzsmag azért egy 15 fő, akivel azért tudunk folyamatosan együtt dolgozni. Ugye ez több brigádot és műhelyi embereket jelent. És hogy néz ki egy napja? Reggel hajnalban bemegy, már ott kopácsolnak a kollégái, vagy a alkalmazottai, vagy pedig már a számítógép megy a sírfeliraton. Több helyszínen dolgozunk, tehát van gyakorlatilag 4 telephelyünk, meg van egy operatív tervezői irodánk, ahol mennek ugye gazdasági dolgok, a projekteknek az árajánlatai, van egy kereskedelmi egységünk, ahol ugye magánszemélyek ugye tudnak vásárolni, ott ugye a kolléganő elmondja ugye a lehetőségeket. Mármint anyagot? Így van. Ugye van nagy kereskedelmi értékesítésünk is, ahol ugye, hát úgy mondom, kamiontételre mennek ugye a kiszállítások. Tehát itt folyamatosan megy a logisztika, az anyag fellerakodás, a műhelyben folyamatosan megy ugye a terv szerinti faragások. Tehát mindig meg van határozva nekünk ugye az aktuális határidős munka. Mindenki munkalapokkal, pontos tervek alapján dolgozik, pontos anyagkiválasztásokkal. Tehát mi nagyon-nagyon adunk arra a minőségre, hogy egy például egy erezetes kőnél is, hogy szépen összefussanak az erezetek, amikor mondjuk több darabból kell összeilleszteni egy-egy terméket. Például egy pultnál, egy nagyon hosszú pultnál, ami mondjuk 3 méter feletti méretű, és már nem kiadható egy táblából. Mi ezekre nagyon-nagyon odafigyelünk, és ezek nagyon gondos munkák. Én ilyenkor ott szeretek lenni, átnézni a dolgokat, elindítani az embereket, folyamatosan megyünk ellenőrizni, de maga a gyártás folyamán is ugye szakaszonként van a minőség ellenőrzés. Tehát minden egyes munkafázisnál ellenőrzések vannak. A vágási pontosság miatt, a fényezési pontosság miatt, kalibráló gépek vannak, tehát megnézni, hogy megfelelő minőségű a kőnek a fénye, a színe, tehát ezekre mi nagyon adunk. És milyen garancia van egy ilyen kő esetében? Vagy ez függ attól, hogy milyen kőről beszélünk? Így van, terméktől függ. De túlig, egy év, 100 év... Ezt úgy kell nézni, hogy építőipari termékek és építőipari munkának számít. Az építőipari garancia az 1+1 év, tehát 2 év a törvény által előírt garancia. Mi e fölötti garanciát szoktunk ugye adni, az egy 10 évet jelent. Viszont egy 10 év alatt ezeknek a köveknek nem lesz baja, és utána meg ráadásul egy olyan termékről van szó, ami több 100 év múlva sem lesz baja, tehát gyakorlatilag nincs olyan visszajelzés, hogy 10 év után bármilyen probléma lett volna. Ha viszont lenne, akkor is mi
mi úgy vagyunk vele, hogy már presztízsből egy ilyen dolgot úgy kezelünk, hogy nyilván kijavítjuk, megcsináljuk, de nem szokott egyébként ilyen jellegű probléma lenni. Milyen tervei vannak? Tervek azok mindig vannak, nagyon nagy tervek. Nyilván ugye megvalósítása az a legnehezebb. Ugye amikor elméletben gondolkozik az ember, a tervek azok nagyon-nagyon szépek. A megvalósítások azért mindig nehéz. Momentán azért egy olyan világviszonylatban, egy olyan gazdasági helyzet alakult ki itt a háború kapcsán is, hogy nagyon nehéz a terveket úgymond megvalósítani. Az ember ilyenkor egy picikét úgymond visszavesz a tempón. Mi inkább azt mondjuk, hogy innovatívak vagyunk, és próbálunk mindig fejleszteni. Most per pillanat csarnoképítésünk van, hogy bővítsük a műhelyünket. A logisztikai telephelyünket is, és a logisztikai szolgáltatásunkat is próbáljuk a legköltséghatékonyabban megoldani. És igazából a fő terv az, hogy a legjobb minőségű terméket tudjuk a legkisebb költségen eljutatni a vásárlóknak. Hogy minden ember meg tudja tenni azt, hogy egy természetes alapanyagból készítessen el akár az épületébe, vagy a házába egy terméket, vagy akár ha sírkő tekintetében beszélünk, tehát ott is például egy nagyon tartós terméket tudunk ugye eladni, mégpedig olyan vásárlóknak, akik mondjuk nehezen tudják kifizetni. Tehát legyen egy olcsóbb, de nagyon tartós és költséghatékony termék. És nyilván ugye ezeket próbáljuk, mivel nagyon-nagyon sok nemzetközi kapcsolatom van, és megpróbálok mindig ugye olyan alapanyagokat behozni, amik ugye a legjobb minőségűek, viszont mindig vannak alternatívák. Hogyha mondjuk bedrágulnak a hajózási szállítások, akkor van rá például európai alternatíva. Tehát muszáj az embernek világviszonylatban gondolkozni, hogy Magyarországon megfizethetőek legyenek ezek a termékek. Ennyi munka mellett marad idő családra, hobbira? Hát igyekszem. Nagyon nehéz, mert az ember nagyon lelkiismeretesen csinálja a munkáját, és emellett ugye nagyon nehéz az embernek a magánidejét úgy beiktatni. Ne kell találni az arany középutat, hát én igyekszem ezen is dolgozni, hogy azért több magánidőm is maradjon. Nyilván azért az embernek kell megfelelő mennyiségű magánidő, hogy regenerálódni tudjon, és élményeket is tudjon szerezni. Hát, és mi a hobbija? De most azt mondja, hogy köveket gyűjtök, akkor kimegyek a stúdióba, de egyébként ez csak vicces. Igen, egyébként a hobbim, egyébként nagyon szeretek szobrászkodni, ami viszont ugye a szakmám is, tehát nyilván azt mondom, hogy hobbi, de emellett egyébként ugye megvan a természet szeretetem, úgyhogy én nagyon sokat szoktam járni a Bükkbe, akár sétálni, akár biciklizni, és nagyon szerettem ugye a különböző kultúrákat, tehát ez is részben szakmai, mert ugye nagyon sokat utazom külföldi országokba, de én ilyenkor ugye megismerem az adott ország, az adott népnek a kultúráját, és úgymond világot látok. Tehát nyilván ugye kellemeset hasznossal, úgyhogy főként ugye ez a hobbim. De ezek ráadásul ilyen történelmi helyek, nem? Mert valószínűleg nem a strandokkal jár. Igen, tehát maximálisan ugye történelmi helyek, de akár lehet a tibeti kultúra, akár az arabok, tehát a világban annyi minden dolog van, és annyi minden látnivaló, hogy érdemes ugye ezeket is megnézni. De hozzáteszem, hogy csak Magyarországon vagyunk, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát ugye picike a kis országunk, és már itt nincs mit megnézni, de hogy is nem. Nagyon sok minden van Magyarországon, amit érdemes még megnézni, amit úgy mondom, hogy az ember nem hagyhat ki. Nem hallhatunk úgy meg, hogy ne ismerjük meg Magyarországnak a jellegzetességeit, akár várakról, akár csak egy múzeumról, vagy akár egy, hogy mondjam, bármilyen rendezvényről van szó. Érdemes Magyarországon is nagyon sok helyre így elmenni, úgyhogy nagyon szeretem a hétvégeimet ilyen kisebb magyarországi utazásokkal is úgy eltölteni. Ráadásul nagyon messzire se kell menni, mert igen. Szerintem Borsod a Bahui-Zemplén megy az egyik legszebb megye. Így van. Én is ezt szoktam mondani a dunántúli barátaimnak is, hogy látogassatok el ide, gyertek el itt, nézzétek meg Lilafüredet, Tapolcát, és a gyönyörű belváros, a múzeumok, a színház, a sétáló utca. De nem csak az épített környezet is, meg maga a természet is, és az egészen fönn, Zempléntől kezdve, Gömör. Így van, például. Mesevidékek vannak, úgyhogy. Hát mai műsorunk véget ért, hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet,
Kucsera Lászlót, a Granit Depó Hungary Kft. Ügyvezető tulajdonosát hallották, neki pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Viszont hallásra!